Jó estét kívánok! A hírös híreket látják hétfőn este 19 órakor élőben. A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. Adásunkkal egy időben szálltak fel a szúnyoggyérítéssel megbízott Semper Kft. Gépei. A tegnapi vihar több helyen a megyében fákat döntött ki, tetőket és villanyvezetékeket tett tönkre. Szombaton elstartolt és vasárnapig tart a 4. Barackpálinka és Borfesztivál Kecskeméten. Ezekben a percekben adásunkkal egy időben szállnak fel a szúnyoggyérítéssel megbízott Semper Kft. Gépei városunkban, amennyiben megfelelőek az időjárási körülmények. Kedre és szerdára jelöltek ki tartaléknapokat arra az esetre, ha ma nem sikerülne elvégezni a munkát. Hétfőn a tervek szerint a város teljes területén elvégzi a légikémiai szúnyoggyérítést a katasztrófavédelem megbízásából eljáró Semper konzorcium. Földi kémiai írtásra egy fertőzöttebb 500 hektáros területen van szükség évről évre, így idén is. A légikémiai védekezésre a napnyugtát megelőző másfél órában, a földi kémiaira pedig a napnyugta utáni időszakban kerül sor a tervek szerint. A szúnyogok gyérítése során alkalmazott szerek emberre nem veszélyesek, azok csak hidegvérű állatokat, főként rovarokat pusztítanak, így a földön végzett ritkítás során keletkező felhőktől sem kell megijedni. Kolléganőnk Molnár H. Boglárka a helyszínen van, és azt az információt kaptuk tőle, hogy jelenleg erős a szél, még továbbra is vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a repülők fejszálljanak, ha nem sikerül, akkor holnap mindenképpen folytatják a szúnyogírtást. 2019. június 19-e hajnaltól elkezdődik a forgalomterelés második üteme a Margarita buszforduló és körforgalom építése kapcsán. A Máriahegy felé vezető A-utat és a Károly Róbert körutat lezárják a forgalom elől. Az autóbuszok nem körbejárnak majd, hanem a Margarita felé menet a Szentgyörgyi Albert utcába fordulnak be, és a Margarita utca végén kialakított ideglenes buszfordulóban fordulnak vissza. Két ideglenes buszmegállót alakítanak ki, az egyik a Nyíri úton, a Szentgyörgyi Albert utcától, Szentgyörgyi Albert utca 1-től 5-ig társasház előtt kialakított öbölben, a másik pedig a Margarita utcában, a Dzsidajenő és a Kos-Károly utca között. Lecsapott tegnap a vihar Bács-Kiskun megyére. A széllel is kísért zivataros időjárás miatt több feladata akadt a tűzoltóknak. Az egységek a megye több településére kaptak riasztást, kidőlt fák, lefújt tetőcserepek vagy éppen leszakadt elektromos vezetékek miatt. Kecskeméten tegnap délután borult el az ég, és hamar ki is ürült a dombíc. A híres városnak azonban szerencséje volt, a megyében tomboló viharnak csupán a szélét érezhettük. Más településeket viszont komolyabban elvert a vihar. Látható, hogy bőven boka felettig ér a víz, de nem csak ez az egy utca ilyen. Izsákon 50-60 mm csapadék esett 15 perc alatt. A városban borsószemnagyságú jég is hullott, de jégkárokról nem kaptunk hírt. A pincéket is elöntötte a víz, volt, ahol a tűzoltóság szivattyúzta a csapadékot. Ágak szakadtak le több fáról is, és belvizet is okozott a földeken az eső. Volt olyan ház, aminek tetőszerkezetét megbontotta a szél több helyen a vasárnap délután érkező viharban. Jó nagy eső volt, jéggel jött, ilyen jó nagy borsorosságú jég. Azzal úgy kezdődött, aztán jó nagy széllel jött be. Hát meg itt ugyan lehet látni, hogy ugye sok eső esett le, és akkor így megállt itt a víz. Ha jól tudom, akkor az önök házában is kárt tett a vihar. Tett, igen, mert a cserepet megbontotta a háztetőt. Ezt majd igyekszem megcsinálni. Mára Izsákon normalizálódott a helyzet. Reggel mindenki azon volt, hogy a károkat helyrehozza. Bár a járdákról és az utakról felszáradt a víz, az árkok színültig voltak tele csapadékkal. A városon látszódott, hogy rendesen megtépázta a vihar. Csúnya idő volt. A jég is esett? Jaj, de mint a dió. Akkorák. És fétettem az ablakom, az utcai ablakom majd. Kiveri, de nem. A tűzoltók folyamatosan dolgoztak, de úgy tudjuk, hogy jutott autó minden helyszínre. A megye több települését is érintette a vihar. Solcent Imrén cserepet fújt le a szél, és egy 15 méteres fa ága is leszakadt. Bócsán az 54-es főút több szakaszán fák borultak az útra, megállítva a forgalmat. Nagy Baracskán elektromos vezeték lógott az úttestre.
Az Orgoványi felsőjárás egyik tanyáján egy 6 méteres akácfa ága esett a tetőre. Fülöp szálláson egy kidőlt fa okozott gondot. Bácsalmáson villanyvezeték szakadt le, Kiskunhalason pedig egy kidőlt fa tört össze egy kerítést. A vihar már az esti órákban elhagyta a megyét, de zápor-zivatar hétfőn és kedden is még előfordulhat. Szombaton elstartolt a 4. Baraszpálinka és Borfesztivál Kecskeméten. A megnyitón felvonultak a borrendek, majd ünnepélyesen átadták a borászoknak járó elismerést több kategóriában is. Idén 230 fajta bort és 90 féle pálinkát lehet megkóstolni a Hírösváros főterén. A hagyományokhoz híven idén is a borrendek felvonulásával kezdődött a 4. Barackpálinka és Borfesztivál Kecskeméten szombat délután. Dr. Finta József, a nagy templom plébánosa, érseki helynök, a barackos Madonna képével megáldotta a rendezvényt és résztvevőit, majd a Kecskemét tánc együttes előadása következett. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester beszéddel köszöntötte a fesztivál látogatóit. Sok mindent el lehet mondani rólunk, el is mondanak, de azt, hogy unalmas lenne a kecskeméti nyár, hogy eseménytelenül telne el a nyári szünet, azt talán nem. Idén is kihirdették megyénk legjobb borai és pálinkái címek nyerteseit. A legjobbaknak Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke adta át az elismerést. Országos összesítésben az aranyérmes borokat összehasonlítjuk, minden harmadik aranyérmes bor innen származik, és úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus eredmény. Különös tekintette arra, hogy tényleg egyre melegebb az egész éves átlag hőmérsékletünk is, és az itteni alföldi borok azok egy ilyen könnyed, gyümölcsös és jól fogyasztható borok. Kocsis Pál, a Matthias János borrend elnök nagymestere elmondta, Kecskemét egykor híres volt a szőlőtermesztésről, így természetes, hogy kihirdetik a Kecskemét város bora címet is. Ennek a híres városnak kell egy híres bora is, hogy legyen. Tekintete arra, hogy egy város múltjához hozzátartozik a szőlőbor. Nagyon híres volt valamikor itt a szőlőtermesztés. Gyakorlatilag Magyarországon a filoxéravész után a homok, a porszemnyi homok mentette meg a szőlőt. 2019-ben a Gedeon birtok Irsai Olivérje és a Damax Kft. Kövidinkája viselheti a Kecskemét város bora címet. A fesztiválon a nyertes borok mellett sok más italt is meg lehet kóstolni, hiszen 76 kiállító várja a vendégeket. 20 borrégió van Magyarországon, ebből 12 képviselteti magát. Ez azt jelenti, hogy 230 fajta bort lehet megkóstolni, 11 pálinka főzde van, akik 90 fajta pálinkával jönnek ki, és hát a sörösökről sem feledkeztünk meg, hiszen 20 sörfőzde, 80 féle sörét, házi sörét lehet megkóstolni. A 9 fesztivál napon koncertből és színpadi programból sem lesz hiány. A Fish, a Magashegyi Underground és a Vadfruttik is ingyenes koncertet ad a főtéri színpadon. A szabadságtéri Békásszökőkútnál pedig gyerekprogramokkal várják a kisgyermekes családokat. Ülésezett az Értékmegőrzési Bizottság hétfőn a Hírös Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Az eseményen 17 napi rendi pontot tárgyaltak meg, amelyeket a közelgő közgyűlés elé visznek. 17 napi rendi pontot tárgyalt meg hétfőn az Értékmegőrzési Bizottság a Hírös Agórában. Az ülésen azokat a témákat vették sorba, amelyeket a közelgő közgyűlés elé visznek csütörtökön. A jelenlegi döntésünk 111 pályázatra vonatkozólag történt meg. Ezt visszük javaslatként a közgyűlés elé, amelyet majd a közgyűlés hogy jóvá. Hörcsök Imre, az Értékmegőrzési Bizottság elnöke elmondta, a legfontosabb napirendi témájuk a városi támogatási program volt. A bizottság kulturális szempontból mérlegelte a benyújtott pályázatokat, az szerint, hogy azok milyen értékeket szolgáltatnak a városnak. A bizottság elnöke elmondta, a 2019-es költségvetésben a kulturális ágazat számára 24 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre. Hozzátette, fontos téma volt a nyári programokkal pályázatok megítélése és az azokhoz kapcsolódó pénzösszegekre javaslattétel. A mai ülésen több lényeges kulturális és sportrendezvény megvitatására került sor. Ilyen volt többek között a Csonka Zoltán Romkerti Esték, a Tizoli Jóti Futi Jótékonysági Futás és a Hírös Hét Fesztivál is. Hörcsök Imre elmondta, a pályázatoknál lényeges szempont volt a programok időhatárainak, városi rendeleteknek megfelelően történő meghatározása.
A számos rendezvénynek köszönhetően idén sem fognak unatkozni a kecskemétiek. Múlt héten rendezték a Tour de Hongrie kerékpárversenyt. 6 nap alatt 890 kilométert teljesítettek a versenyzők, az utolsó szakasz rajthelye pedig Kecskemét volt. Vasárnap reggel megtelt szurkolókkal a főtér, 10:30-kor rajtolt ugyanis a Tour de Hongrie a belvárosból. A rajt előtt a szurkolóknak lehetőségük volt beszélgetni, vagy épp fotózkodni a versenyzőkkel. Eddig a verseny varázslatos. Tehát a szervezés, a rendőrbiztosítás, a városi fogadtatás, útközben erre járt a mezőn, minden településen, hogy várták a mezőnyt, egészen elképesztő volt. Szeretnénk egy nyugodt szakaszt, már szervezői szemmel, izgalmas befutót a verseny végére. A Kecskemét és Székesfehérvár közötti 168 kilométeres etappal ért véget az idei Tour de Hongrie. A székesfehérvári befutónál izgalmas küzdelemben a holland Wouter Wippert nyerte meg a sprintbefutót. A 6 napos 890 kilométeres Tour de Hongrie 129 indulója közül végül 106 kerékpáros ért be a székesfehérvári célba. Az összetett versenygyőztese Chris Neilands lett, aki megszerezte a sárga trikót. De Magyarországnak is van oka a büszkeségre. Dina Márton ezüstérmes lett, valamint a versenyzői lett a fehér trikó, míg Walter Attila a dobogó 3. fokára állhatott fel. A kecskeméti eseményekről bővebben a Kiemelő című magazinunkban számolunk be a híres híreket követően. Életét veszítette ma délután egy idős nő, aki a Petőfi Sándor utca szalagházainak egyik emeleti erkélyéről zuhant le. A hölgy a Petőfi Sándor utcával párhuzamos Kiskert térre néző folyosóról esett ki, ahonnan az erkély alatti tetőre csapódott. A környéken dolgozó munkások elmondása szerint egy nagy csattanással lettek figyelmesek. Az egyik munkás felment a tetőre, ahol azt látta, hogy az idős nő az esés után feltehetően a fejjel lefelé zuhant, majd életét vesztette. A helyszínre a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a mentősök is kivonultak. A helyszíni szemle ideje alatt a szalagház mögötti út érintett szakaszát lezárták. A kecskeméti rendőrkapitányság a rendkívüli halál körülményeit közigazgatási hatósági eljárás alatt vizsgálja, így valószínűleg öngyilkosságra vagy balesetre gyanakodnak. Egy 5 hónapos terhes nő szenvedett balesetet szombaton délután az M5-ös autópályán. Az előzetes vizsgálatok alapján a nő elaludhatott a volán mögött a melegben. Egy 5 hónapos terhes nőt szállított a kórházba, amikor szalagkorlátnak ütközött egy autó az M5-ös autópályán, Lajos Mise határában. Szeged felé haladt a Nissan típusú személygépkocsi, amikor a 36 fokos melegben a sofőrje elaludhatott. Ezután a belső szalagkorlátnak ütközött. A balesetben az autóban utazó 5 hónapos terhes női utas sérült meg, őt szállították kórházba kivizsgálásra. A gépkocsit vezető középkorú nő és vele utazó kutyája nem sérültek meg. A kiérkező tűzoltók áramtalanították a járművet, majd megszüntették a forgalmi akadályt. A baleset miatt szakaszosan teljesen lezárták az M5-ös autópálya érintett szakaszát. Emiatt több kilométeres kocsisor torlódott össze. Vasárnap zajlott az első gyermekfesztivál Hetényben a Közösségi Ház udvarán, amelynek színes programjaira hőség ellenére is százak látogattak el. Az ötletgazda főszervező dr. Pap Zoltán mentőtiszt megnyitójában még 100 ilyen rendezvényt kívánt a helyi közösségnek. Egy érdekes holdjáron is kipróbálhatták ügyességüket hétvégén a gyerekek a Hetényegyházi Gyerekfesztiválon. A rendezvény ötletgazdája és a főszervező dr. Pap Zoltán, aki tortával kedveskedett a fellépő apró néptáncosoknak. A Hetényegyházi óvodások fellépése mesés-verses műsora után a gyerekek a Furfangos Paraván Halász és a Hold ezüstje című báb előadását is megnézhették. A hőség ellenére sokan látogattak el a közösségi házhoz, ahol a mentőautó mellett édességek és ugrálóvár várta a kicsiket. Kötetlen, vidám hangulatú családi délutánon vehettek részt szombaton a Máriahegy lakói a Joga Presszó udvarán. A gyermekek kézműves foglalkozáson és vetélkedőn adhattak számot ügyességükről. Az idősebbek dartsversenyen mérethették meg magukat. A lazítani vágyó felnőttek egy pohár bor kísérete mellett kellemes beszélgetéssel töltötték el a délutánt. A családi napot Levicki Cyril önkormányzati képviselő nyitotta meg beszédével. A program a helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten című projekt keretében valósulhatott meg, melynek keretében Kecskeméten
és Kecskemét 15 célterületén 3 éven keresztül lesznek majd közösségépítő rendezvények. Baráti hangulatú szabadtéri meseolvasásra hívja a kisgyermekes családokat és a meseszeretőket az Otthon Segítünk Alapítvány kecskeméti szolgálata. A találkozókat június 24-ig esténként 18 és 19 óra között rendezik meg a vasútparkban. Az első összejövetelt szombaton tartották, így még 7 estén át élvezhetik a helyszínre látogatók a közös mesélés élményét és a kedvesebbnél kedvesebb történeteket. A meseolvasó önkéntesek között szülők, gyermekek és nagyszülők is vannak. Nem ritka, hogy a résztvevő anyukák és apukák is megosztják a többiekkel kedvenc történeteiket. A szervezők az esemény közösségi oldalán azt írják, szívesen veszik, ha a családok elhozzák saját mesekönyveiket, és arra is van lehetőség, hogy a gyerekek meséljenek vagy verseljenek. Az alapítvány helyi szervezetének célja, hogy megmutassa, milyen sokat jelenthet egy-egy apró mindennapi ötlet egy családnak az életében. És ennyi fért hétfőn a híres hírekben, most megmutatjuk a kiemelt témákat még egyszer röviden. Nagyjából adásunkkal egy időben szállnak fel a szúnyoggyérítéssel megbízott Szemper Kft. Gépei városunkban, amennyiben megfelelőek az időjárási körülmények. Lecsapott a Vihar-Bács-Kiskun megyére tegnap, a tűzoltóknak kidőlt fák, lefújt tetőcserepek vagy éppen leszakadt elektromos vezetékek miatt kellett főként kivonulniuk. A vihar a mezőgazdaságban is komoly károkat okozott. Szombaton elstartolt a 4. Barackpálinka és Borfesztivál Kecskeméten. A megnyitón átadták a borászoknak járó elismerést több kategóriában is. Idén 230 fajta bort és 90 féle pálinkát lehet megkóstolni a híres város főterén. Vasárnap Kecskemétről startolt a Tour de Hongrie kerékpárverseny utolsó etapja. A 6 nap alatt 890 kilométert teljesítettek a versenyzők, az utolsó etap rajthelye Kecskemét volt. Ez volt hétfőn a híres hírek, a Kecskemét TV hírműsorát látták. Híróránkat hamarosan folytatjuk a kiemelővel, amelyben hangulatjelentést adunk a 2019-es tanévzáró fesztiválról. Mai vendégünkkel, Berei Andreával, a Csiperó szervező Európa Jövője Egyesület elnökével egy új fesztiválról, a Csiperó Ifjúsági Fesztiválról beszélünk, és végül részletesen beszámolunk arról, hogy mi történt az elmúlt napokban a Tour de Hongrie-n, és milyen volt a hangulata a kecskemétni rajtnál. Ha lemaradnak vagy lemaradtak a híreinkről, akkor azokat újra tudják olvasni a hírportálunkon, a címhíres.hu, vagy meg tudják nézni a híradó ismétlését. A szokott időpontokban 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor és 8 óra 30 perckor. És minden műsorunk, így a híradó is, a híróra is a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor megtekinthető. Most megköszönöm a híradó nézőinek a figyelmet, további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Kedden még gyakran zavarhatják záporok, zivatarok a napos időszakokat, egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt. A szél a viharok környezetében és időnként északkeleten támadhat fel. A maximum hőmérséklet 26-32 fok között alakul. Szerdán rövid napos időszakok mellett továbbra is többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, kevesebb csapadék, valamivel a naposabb idő nyugaton valószínű csak. Néhol élénk lehet a szél, a zivatarokat erős viharos lökések kísérhetik, délután 26-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön a változóan felhős idő mellett futózáporok, zivatarok ismét előfordulhatnak, de kevés napsütés mindenütt valószínű. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel, a legmelegebb órákban 26-32 fok várható. Thank you.
50 éve, 1969. június 17-én hunyt el Sinka István költő. Pásztor költőként is emlegették, a bihari puszták elesett juhászai közül emelkedett az irodalomba. Az elmúlt század 20-as és 30-as évei nehéz sorsú Magyarországának énekese volt. Verseiben annak a rétegnek a hangja szólalt meg, amelyről korábban senkinek nem volt szava, hősei a juhászok, a bojtárok, a pásztorok voltak. 1934-ben a Katona József Társaságban szerepelt. Sánta György, illetve a mezőgazdasági középiskola vendégeként később is többször járt Kecskeméten. Itteni letelepedésre is biztatták, ez azonban nem valósult meg. Kadocsa, merre vagy? Című regénye 1944-ben a Részvény nyomdában készült. Jó estét kívánok! Ahogy ígértem, folytatjuk a hírórát a kiemelővel. Mai magazinunkban hangulatjelentést adunk a 2019-es tanévzáró fesztiválról. Aztán a mai vendégünkkel, Berei Andreával, a Csiperót szervező Európa Jövője Egyesület elnökével egy új fesztiválról, a Csiperó Ifjúsági Fesztiválról beszélgetünk, és végül részletesen beszámolunk arról, hogy mi történt az elmúlt napokban a Tour de Hongrie-n, és milyen volt a hangulat a kecskemétni rajtnál. Már is kezdünk. Gyereknek lenni jó, főleg ha közeledik a szünidő. Kecskeméten az év utolsó tanítási napját ráadásul minden évben egy nagyszabású fesztivállal zárja az ifjúság. Mai magazinunkban hangulatjelentést adunk a 2019-es tanévzáró fesztiválról, és azt is megmutatjuk, hogy milyen az, amikor kollégáink hirtelen megfiatalodnak. Boginak hamarosan esküvője van, úgyhogy én gyanítom, hogy összeragazgatja az összeset kis darabokból. Ki kell fizetni a kaját. Állítólag én is megyek. Labás, figyelj, megyek haza! Viszem a lóvét! Ha vagy Tóldi Miklós is így kezdte. Éj, paraszt, melyik út megyen itt a Budára? Szeretnénk bemutatni az új békaembert, Bogit, aki megmutatja nektek, hogy hogyan kell béka ügetésben haladni gumitalppal. Ezt mondjuk előtte megbeszélhettük volna, de jó, oké. De barna volt a legjobb, mert ő ilyen nagy, de jó hideg van. Barni az erőcsávó megmutatja, hogy hogy kell ezt csinálni.
tartott idei tanévzáró fesztivál itt Kecskeméten. Mi is kitettük magunkért, nagyon sok programot, játékot kipróbáltunk, és hát nem csak én, hanem Hályas Barda kollégám is. Csuram víz! Hát ahogy láthatjátok egyébként, az a durva, hogy fél óra alatt elfáradtunk, nedvesek lettünk, minden hülyességet megcsináltunk, és mi jön még este, ezt is megmutatjuk. Azt hiszem, hogy ez egy jó kezdője lehet egy idei nyári szünidőnek, és nem ér véget, mert hogy azon túl, hogy most is mosolytól és fesztiváltól hangos a kecskeméti főtér, azután is folytatjuk még hozzá egy újabb fesztivállal. Berei Andrea, az Európa Jövője Egyesület elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye, hogyha azt mondom, hogy Csiperó lesz idén főtéren, akkor sokan azt mondják, hogy hát a műsorvezető nem tájékozott, mert hogy az tavaly volt, most ahogy önök szokták mondani, az utaztatás éve van, de lesz Csiperó. Így van, tehát a 15. Európa Jövője Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Találkozót 2018-ban rendeztük. A 19-es év az valóban a kiutazások éve, tehát amikor a kecskeméti gyermekek mennek azokhoz, akiket tavaly vendégül láttak, és most az idén egy ilyen új kezdeményezésként úgy gondoltuk, hogy egy kis kétnapos fesztivált szervezünk az idén is, Csiperó Ifjúsági Fesztivál néven, július 5-én, 6-án. Ez most egy valaminek a kezdete, egy folyamatnak a kezdete lesz? Tehát két év múlva megint utaztatásnak az időszaka lesz, akkor is lesz Csiperó Ifjúsági Fesztivál? Igen, azt tervezzük, tehát ezt az idén most elindítjuk, és akkor a kiutazások évében, a páratlan években, tehát legközelebb 2021-ben ezt újra szeretnénk. Ugye ezen a hétvégén azokhoz a gyerekekhez, fiatalokhoz és családokhoz akarnak szólni, akik hát itthon maradtak, nem utaztak. Milyen programokkal készülnek? Így van, az itthon maradottaknak, a kecskemétieknek, tehát minden olyan fiatalnak, aki még nem ismeri a Csiperót, aki sosem csiperózott, és így reméljük, hogy ezzel fölhívjuk a figyelmét arra, hogy van egy ilyen kezdeményezés is a városban. A város és a környékének a fiataljait várjuk erre a rendezvényre. Fiatal kecskeméti zenekarok is bemutatkoznak, illetve sportbemutatók is lesznek, és hát két nagy esti koncert, két népszerű zenekarral, a Bagosti Brothers Company-val és a Follow the Flow-val. Azt hiszem, mind a kettő zenekar, mind a kettő banda magáért beszél. A Follow the Flow kezdem az utóbbival, a Tiniknek a nagy kedvence, a Bagosti Brothersnek valamilyen szinten azt is megerősíti, hogy ide nem csak a gyerekeket, hanem a szüleiket, a családokat, az idősebbeket is várják? Így van, tehát a Bagosi inkább a fiatalabb felnőtteknek, vagy idősebb fiataloknak szól, és így van, tehát nem csak a fiatalokat, hanem nyilván a családokat is várjuk. Tényleg ugye az iménti összeállítás is azt mutatta, hogy elindult a nyári szünet, szükség van a szórakozásra, a kikapcsolódásra, és talán azért is jó, hogy hamarosan itt július első hétvégéjén beköszönt ez az új fesztivál Kecskeméten, hogy a fiatalok kapnak egyfajta tematikát arra, hogy barátokat lejjenek és új dolgokat is megismerjenek. A szórakoztatáson vagy a könnyűzenei programokon kívül milyen egyéb programok lesznek még? Hát igazából ezt a fesztivál igénye a fiatalok részéről merült föl, mert hogy nagyon sok önkéntes dolgozik nálunk a nagy Csiperó vagy a gyermektalálkozó alatt, és igazából részükről merült föl ez igényként, hogy ne csak két évente legyen Kecskeméten olyan fesztivál, ami nekik is róluk szól, hanem így évente. Úgyhogy az Emléktár térben lesz egy ifjúsági sátor, ahova különböző programokkal várjuk a fiatalokat, olyan témákban, ami őket érdekli. Az Új Nemzedék irodával és a kecskeméti ifjúsági kerekasztallal együttműködve lesznek előadások, például az önkéntességről, különböző
társasjáték délutánt és különböző programokban vehetnek ott részt. Ugye itt, ha magát a programot nézem, akkor lesznek sportbemutatók, közösségi festés és zenélés, illetve lesz egy Art Bazár. Ez utóbbi miről fog szólni? Az Art Bazárba a kecskeméti fiatal képzőművészek fognak bemutatkozni, tehát mind a két este, pénteken és szombaton is 18 órától az emléktár térben fogják a maguk által készített portékáikat bemutatni, és ott azt meg is lehet vásárolni. Ha már Csiperó Fesztivál, Csiperó Ifjúsági Fesztivál, akkor beszéljünk már azért a Csiperóról, hiszen mögöttünk van ugye a 18-as Csiperó, most utaztatnak. Mennyi gyerek utazik most ezekben a napokban, vagy a következő időszakban? És néhány helyszínt is nevezzük. Az első csoportunk az éppen most indult el, illetve már megérkezett Bulgáriába a Kecskemét Táncegyüttes csoportja, akik Montanába egy nemzetközi ifjúsági folklorfesztiválon vesznek részt, úgyhogy így az első csoportunk már elment. Körülbelül egy 400 gyereket utaztatunk az idén. A következő csoport az a Lajos Mizsei általános iskola csoportja lesz, aki Erdélyben Nagyváradra megy, és akkor júliustól folyamatosan mennek a csoportok Szicíliába, Lengyelországba, Csehországba, Finnországba, Ausztriába, és majd a legutolsó, lesz még egy török, illetve a Kecskemét Táncegyüttesnek egy másik csoportja, aki Ankarába utazik, és az utolsó csoport pedig Indiába fog majd októberbe. Csodálatos zárása lesz. Velük zár a kiutazás. Csodálatos helyszínek. Arról mit lehet tudni, hogy ezek a gyerekek, akik most utaznak, minden esetben a fogadó családhoz, tehát ahhoz mennek, akiket ők tavaly fogadtak, vagy van itt, ahol esetleg táborokban, szállodákban lesznek elszállásolva, tehát ez a közösségépítő oldala a Csiperónak, ez jól működik? Ez természetesen jól működik, tehát nagy részt családokhoz mennek, illetve van egy-két speciális, például a Kecskemét Táncegyüttes, aki direkt fesztiválra megy. Mit lehet tudni az ex-csiperósokról? Ugye itt a híradó előtt gyorsan beszélgettünk pár szóban, hogy mennyire megy zöggenőmentesen a szervezés akár a mostani fesztiválra. A volt csiperósok visszatérnek önökhöz? Segítenek? Önkénteskednek? A volt csiperósok vissza szoktak hozzánk térni, így van. Tehát olyanok, akik már felnőttek és dolgoznak valahol, és nekik nyilván ez fontos, mert valamikor gyerekként részt vettek benne, úgyhogy ők önkéntesként vissza szoktak térni nekünk segíteni. Ugye most a mostani első fesztiválon két sztárzenekar is lesz, de lesznek helyi zenekarok is, őről tudunk valamit, és ők hol fognak fellépni? A helyi zenekarok az emléktár térben fognak föllépni. A Csiperón a Romkertben szoktak lenni esténként ilyen meghittebb koncertek, de ugye a Romkertet most nem tudjuk használni, és így az emléktár térben lesznek kisebb koncertek. A kecskeméti zenekarok, a Rekami és a Bokréte együttes, aki be fog mutatkozni, majd a nagy koncertek után pedig a tavalyról már megismert Krokodil zenekar, illetve a Samsara Boulevard együttes fog föllépni. Ugye itt, hogyha műfajokat nézzük, akkor a klasszikus rocktól egészen a verselésig, a versek megzenésítéséig terjed a műfaj, hogyha össze kellene foglalni ezt a néhány zenekart. Egy-egy fesztiválnak ma elengedhetetlen része a gasztronómiai vásár, és talán ez is egy jó eszköz arra, hogy a szülőket is, az idősebbeket is, nem kimondottan a fiatalokat csábítsák. Lesz ilyen is? Hát nyilván kísérő rendezvényként lesz, tehát lesz egy pár gasztros bemutató nálunk is a fesztivál alatt. Hogy állunk a jövő évi Csiperóval, amikor ugye ide jönnek a gyermekek? Nagyjából hány gyermeket várnak általában egy-egy ilyen rendezvényre? A tavalyi fesztiválra 600 gyermek érkezett, 20 ország, 30 csoportja. Körülbelül ennyit várunk jövőre is. A meghívókat már elküldtük. A visszajelzéseket várjuk folyamatosan a csoportoktól, a régieknek is, illetve újaknak is. És a jövő évi fesztivál konkrét programját majd ezután, miután ezt a Csiperó Ifjúsági Fesztivált megszerveztük, utána fogunk a konkrét programoknak hozzá kezdeni. Szerintem, amikor a visszatérő önkéntesekről beszéltünk, akkor már úgy körvonalazódott az is, hogy vannak valami visszacsatolások az idei fesztiválra. Hogyan fogadták a volt csiperósok, vagy a közönségük azt, hogy hát igen, most már nem csak a páratlan, hanem a páratlan években is lesz itthon zenei program és Csiperó Fesztivál. Hát ez a fiataloknak nyilván fontos, tehát hogy legyen egy olyan fesztivál a nyáron, ha ez most csak így két nap is, ami olyan koncerteket
vonultat föl, ami nyilván őket a leginkább érdekli. Ilyenkor egyébként cél az is, hogy a jövő évi csiperóra kvázi toborozzanak olyan gyerekeket, akik tudnak fogadni ide látogató fiatalokat, és hogy ezt a közel 600-as létszámot folyamatosan fel tudják tartani? Hát nyilván célunk ezzel az, hogy minél többen megismerjenek bennünket. De olyan, érdeklődnek egyébként? Olyan, igen, igen. Tehát, hogy olyanok is, akik esetleg még nem hallottak a csiperóról, esetleg ilyen népszerű koncertek kapcsán megismernek bennünket. Ugye, és javítson ki a tévedek, ez a 15, tehát a jövő évi lesz a 15. A jövő évi lesz a 16. 16, tehát a 15-en tehát vagyunk igen, túl. Igen, 2020-ban a 16. Vannak olyan, akkor már vannak olyan csiperósok, akik már 30-on fölül vannak bőven, ahogyha az első csiperósokat az elsők, igen, mert hogy 91-ben volt az első nemzetközi gyermektalálkozó. Velük erős a kapcsolat? Tehát van esetleg tőlük olyan, aki visszatérő, akár önkéntes, vagy akár csak egy jó barát van, az egyesületnek? Van, igen, vannak. Önkéntesként is visszatérnek dolgozni hozzánk, így van, tehát a munkáikról kivesznek szabadságot, és visszajönnek hozzánk önkéntesként. Hát ebben az esetben szerintem ők is örülnek annak, hogy akkor idén is lesz egy új fesztivál, ugye a Csiperói Ifjúsági Fesztivál. Július 5-én startol, és akkor a fő koncert, ugye a Bagosi Brothers Follow the Flow, melyikkel kezdünk? A péntek este a Bagosi Brothers-szel fogunk kezdeni. És akkor szombaton egy jó kis hétvégi záró, vagy egy kis középetap. Könnyed koncert, igen. Hát örömmel halljuk az új hírt, és sikeres fesztivált, és jó időt kívánunk hozzá. Köszönjük szépen. Folytatjuk a kiemelőt. Múlt héten rendezték a 40. Tour de Hongrie kerékpár versenyt. A versenyen 19 csapat vett részt 129 kerékpárossal. A záró 5. szakasz rajtjának Kecskemét főtere adott otthont, amely vasárnap délelőtt megtelt a szurkolókkal. A 40. Tour de Hongrie utolsó szakaszát vasárnap teljesítették a sportolók. A 6 nap alatt 890 kilométert teljesítettek a bicajosok, ebből 169 kilométert a zárónapon. A Tour 4 év után került vissza városunkba. Szeretjük Kecskemétet nagyon, város is szereti a bringásokat, rengeteg biciklis van a városban, versenyzők is itt van a kecskeméti első sorítvon körülöttem gyülekeznek, jó barátságban vagyunk a csapatvezetőjével. A világ megfordult az elmúlt években, köszönhetően a verseny sikerének, köszönhetően annak, hogy ilyen komoly állami támogatással bekerültünk a médiában, nem csak itt, hanem külföldön, hiszen hatalmas média gyártás folyik a verseny felett, helikopter, repülőgép és minden máson dolgozik, hogy az Eurosport képernyőjére kerüljön a verseny, és emiatt érthetően a verseny értéke megnőtt, és minden város tudja azt, hogy a Tour de Hongrie egy komoly lehetőség, hogy megmutassa magát. Ennek is köszönhető az, hogy Kecskemét is versenget azért a pozícióért, hogy ide innen indulhassunk, és valóban volt ilyen kellemetlen beszélgetésünk azokkal, akik hozzá nem tudtunk elmenni. Sokkal több város szeretné, mint ahány lehetőségünk van eljutni. Remekül teljesítettek a magyar versenyzők. A pénteki 115 kilométeres Kazincbarcika-Tiszafüred közötti féletapon Lovasi Krisztián kiválóan sprintelt, és megnyerte a 3x A szakaszt. Elég régen volt már országúti győzelme, ugye az elmúlt időszakban, főleg a pályakerékpára koncentrálok, szóval mondom, hogy egy kicsit meglepő volt, mint amikor a végén sprinter érkeztünk a kolonnal, azért reméltem, hogy én leszek a leggyorsabb, ez így is lett, de hát azért elég keményen meg kell dolgoznunk aznap, ugye, mert szinte a rajt pillanatától kezdve elmenésben voltunk. Először úgy is nézett ki, hogy a mezőny nem enged minket messzire, és nem fogunk hazaérni, de aztán utána mégiscsak, és hát ja, én voltam a leggyorsabb szerencsére. Az egyik legnagyobb győzelmem az ugyancsak Budapesten volt a rakparton, hát már viszonylag régen 2013-ban, ezt igazából ahhoz hasonlítanám, ugye Magyarországon nyerni, magyar közönség előtt mindig az a legszebb dolog, és az a legjobb dolog, amikor éltetik az embert, és ilyen név szerint buzdítják őt akár a hegyen, akár a sprint közben. Igazából ehhez fogható dolog igazából nem nagyon van. Én viszonylag azért így fáradtabban érkeztem erre a versenyre, az elmúlt egy-két hetem is így keményebb edzésekkel folyt. Ezt a versenyt is inkább csak ilyen edzésképpen ugye indultam el, mert másfél hét múlva van az európai játékok Minskben. Nekem az a fő versenyem, az egyik fő versenyem most így évközben. Nem számítottam arra, hogy szakasz fogok nyerni, az volt terve, hogy elmenésbe kerüljek, az, hogy minél nagyobb terhelést kapjon a szervezetem, és minél jobban elfáradjak a végére, és így, hogy még ez egy győzelemmel is sikerült megkoronázni, szerintem így
Nincs panaszra. Óriási sikernek számít a szakaszgyőzelem. A magyarok közül legutóbb 2016-ban Szalontai Sándor győzött, a szombathelyi prologon futotta a legjobb időt. Szakaszt pedig 2006-ban nyert Szekeres Csaba a Bükszent László és Bükszent Kereszt közötti hegyi futamon. Lovasi Krisztián szakaszgyőzelme az volt, ami azt gondoltam tennap előtt, hogy ez az évre, ez a Tour de Hongriáért, amit el lehet, van magyar győztesünk, és ha teljes eurofóriában voltunk, tudtuk, hogy van hegyi szakasz, ahol arról tudtuk, hogy van két magyar, aki beléhet az élbolyban, az, ami tegnap Kékestetőn történt, az álmainkban sem lehetünk remélni, hogy dobogóra ketten is megérkeznek. A sikersorozat kitartott a szombati király szakaszban, a Karcag Kékestető útvonalon is. A negyedik szakaszban szoros hajrában a másodikként ért célba Dina Márton, a Kométa magyar versenyzője. A harmadikként befutó Walter Attila lett a CCC csapatából. Minden sikerült teljesíteni, amit elterveztünk, tehát az első számú emberünk támadott 3 kilométernél, én csak kontrolláltam a támadásokat, és amikor utolértük UMP-t, akkor indult Nélenc, és én csak tettem a kereket, kicsit leszakadtam róla, de láttam, hogy rólam is leszakadtak a többiek, úgyhogy gyakorlatilag 2 percet még nyomtam full teljes gázon, és hát így lett meg a második hely. A negyedik futam győztese lett Chris Nylance lett. It was really good for us and we did a király szakasz nagyon jó volt számunkra, nagyon jól dolgoztunk együtt. Büszke vagyok erre a csapatra, hogy nem csak a meccs sikerült megvédeni, hanem meg is tudtuk nyerni a szakaszt. A Kecskeméttől Székesfehérvárig tartó 169 kilométeres távnak 10:30-kor vágott neki a mezőny a Városházától. A rajt előtt a versenyzőket is megkérdeztük, mit várnak a zárósprint szakasztól. Remélem, hogy meg tudok érkezni azonos idővel a győztessel, és az lenne a legjobb. Az utolsó sprint szakaszban egy gyors versenyt várok, de ugyanúgy megpróbáljuk meggyerni a távot. Először meg kell nézni, milyenek a lábaim, sajnos így mára megbetegedtem egy kicsit. Igen, tegnap a Kékestetői hegyibe futunk, ugye egész nap 40 fokban kerékpároztunk, utána csurokbűzesen megérkeztünk a befutóra, és ugye egyből 6 vagy 7 magyart elvittek dopingvizsgálatra, köztük engem is, és amikor a hegytetén beültetnek téged egy 20 fokos szobába, úgyhogy egész nap a 40 fokban mentél csurokbűzes ruhában, azért az jót nem jelent, és ugye onnan még utána vissza kellett gurulnunk Mátraházára, ennek meg is lett az eredménye mára, mert már úgy keltem, hogy mind a két hogy be volt ugulva az orrom, a torkom be volt gyulladva, köhögtem, szóval nem tudom, mit várhatok magamtól, de remélem, hogy ezt a mai nap az azért még valahogy túlélem. A székesfehérvári célnál izgalmas küzdelemben a Holland Wouter Rippert nyerte meg a sprintbe futót. Az összetett versenyben nem került veszélybe Chris Nylance sárga trikója, így a 24 esztendős lett bajnok nyerte meg az idei magyar körversenyt, de két magyar is a dobogóra állhatott. A legjobb magyarnak járó fehér trikó tulajdonosa Dina Márton második, Walter Attila pedig harmadik helyen zárta a Tour de Hongrit. A környezetvédelemről fog szólni a következő bő 10 perc, az Ökosarok magazinunkat láthatják. Üdvözlöm Önöket! Ez itt az Ökosarok, a Kecskeméti Televízió környezetvédelmi magazinja. Mai adásunkban foglalkozunk a tudatos vásárlás témakörével, majd megmutatjuk, milyen egy igazi környezettudatos mesekönyv. Végül pedig beszámolunk a Környezetvédelmi Világnap idei programjairól. Flashmobbal hívták fel a figyelmet a környezettudatos vásárlásra kecskeméti aktivisták május 18-án a piacon. A megmozduláson résztvevő 50 ember zöld felsőben, környezettudatos vászonszatyorral, textilszatyorral, valamint kosarakkal érkezett a helyszínre, hogy megmutassa, van élet a nylonszatyrokon túl. Elárasztották a piacot a helyi tudatos vásárlók májusban. Onnan lehetett felismerni őket, hogy zöld pólóban, textilszatyrokkal és kosarakkal járták a csarnokot. Ha pedig egy árus nylonzacskóba akarta tenni az árut, ők kedvesen elutasították. A flashmobot a csomagolásmentes május jegyében szervezte a kecskeméti Szabó Zsuzsanna. Ez tavaly indult Budapesten, Tóth Andi és a Jön Alapítvány kezdeményezésére.
ott volt először megrendezve, és idén pedig további 17-18 város csatlakozott hozzá, ezzel is nagyobb tömeget vonzani ehhez az eseményhez. Mivel magam is környezetmérnökként végeztem, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy egyre jobban tágítsuk az emberek tudatát afelé, hogy fontos a föld és védjük a környezetet. Ezért jelentkeztem szervezőnek, és nagyon sikeresen úgy érzem, hogy össze is gyűlt a csapat. 19 városban vásároltak egy időben környezetbarát módon a tudatos helyiek. Kecskeméten közel 50-en vettek részt a megmozduláson. A célunk az, hogy felnyissuk az emberek szemét, hogy nagyon fontos a környezetvédelem. És egy apró odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk, például a vásárlásunknál, mert mindenki vásárol minden nap, és ha egy kicsit is odafigyel arra, hogy mibe vásárol, és hol, és hogyan, akkor már ezzel a kicsivel is nagyon sokat tesz azért, hogy fejlődjön a szemlélet. Stábunk az egyik résztvevőt kérdezte, miért fontos számára a csomagolásmentes vásárlás. Nem csak nekem, az egész családomnak. A kislányom különösen érzékeny a témára, mindig fel szokta hívni a figyelmemet arra, hogy környezetvédelem, és hogy mit okozunk a műanyagokkal, és az újra nem felhasználható csomagolásokkal a természetnek. Szabó Zsuzsanna elmondta, a csomagolásmentes vásárlás első és legfontosabb lépése, hogy otthon írjunk be vásárlólistát. Gyűjtsük össze az otthon lévő dobozainkat, csomagolóanyagainkat, nejlonzacskó helyett a vászonzsákokat, textilzsákokat, üvegeket és kosarakat. A tudatos vásárlás azt is jelenti, hogy pont annyit veszünk, amennyire szükségünk van. Legtöbben háziasszonyok vesznek ezen részt, és az érdeklődő gyerekek, mert eleve a háziasszonyok, ők az elsőleges célpont, akiket meg lehet ezzel talán közelíteni, mert ők vásárolnak, és ők is tudják megmutatni a gyereknek a jó példát. A csomagolásmentes akció során az árusok együttműködőek voltak. Szabó Zsuzsanna elmondta, ha összehasonlítjuk a piacokat, kisboltokat és a nagyáruházakat, a legkönnyebben a piaci árusokat lehet meggyőzni, mert a piacokon apránként egyesével lehet venni az árut, amely többnyire nincs bezacskózva. A kisboltok eladói is nyitottak, közülük is egyre többen látják a túlzott nejlonzacskó használat káros oldalát. A flashmob szervezője reméli, hogy a jövőben minél több nagy áruház is felismeri a környezetvédelem fontosságát. A nagyobb áruházak, én azt gondolom, hogy húzni fogják egymást. Sok vásárló fog oda menni olyan helyre, ahol meg tudja tenni, hogy csomagolás nélkül vásárol, és ezzel nagyobb tömeget tud magához vonzani. Remélem, mert egy nagyon jó rendszer fog kialakulni, ami higiénikus és szabályt nem sértő, és ezzel több vásárló fog oda menni, szerintem nekik is érdekük, hogy ez így történjen. Húsáru vásárlásakor sokak fejében megfordulnak a higiéniai szempontok. A szervező szerint erre is van megoldás. A húsárut bizonyos helyeken lehet venni dobozba, vagy üvegedénybe, kinek mi van otthon. Valójában, hogyha én tisztán viszem oda az edényemet, és az eladó megbízik bennem, vagy az egész bizalmat érez, akkor kiadja esetleg ebben a dobozban, de sok helyen ez így nem történik meg, ami teljesen érthető, hiszen bizonyos szabályok kötik őket. De azt gondolom, hogy talán ez is eljön majd Magyarországra, hogy megoldódik az, hogy higiénikusan hogyan lehet ezeket a dobozokat cserélgetni, úgymond, hogyan tudunk a sajátunkba vásárolni. A környezettudatos vásárlás része az is, hogy helyi termelőtől vásároljunk, hiszen a távoli országokból importált termékek csak környezetszennyezés árán juthatnak el asztalunkra. Szabó Zsuzsanna elmondta, annak kiderítéséhez, hogy egy áru helyileg termelt vagy pedig importált, beszélgetni kell az eladókkal, termelőkkel. Kérdezzük meg, hogy hol termett ez a paprika, vagy hogy mivel van permetezve az áruja. Az őstermelőknek többnyire kint van a kártyájuk, amelyben meg lehet bízni, vagy ha kevés árut tesz ki az asztalára, nagy eséllyel maga termelte otthon. Azzal, hogy odafigyelünk, mibe csomagoljuk a vásárolt termékeket, egy apró lépést teszünk környezetünk védelméért. Tavaly év végén mutatták be kolléganőm Pásztor Andrea író, újságíró első meseregényét a Platánfa álma címmel. Andit óriási öröm érte a közelmúltban, könyvét ugyanis beválogatták a legzöldebb gyermekkönyvek közé. Ez az új élmény bennem is hihetetlen változásokat indított el. Eddig csak az esőfelhők töltöttek el ilyen várakozásra a nyári forróság idején. Most már a pacsirta hajnali trillája után arról kezdtem ábrándozni, vajon mikor érkezik meg Olivia. Rendszerint még délelőtt megjelent lombjaim alatt,
elmaradhatatlan hátizsákjával, amiből hihetetlen dolgok kerültek elő. Egyszer egy hógömböt húzott ki belőle, melyben valami különös módon rabul ejtették a telet. Máskor egy lapos kis szerkezettel játszott, ennek csipogása teljesen megőrítette a megyvágó fiókákat. Előfordult, hogy kedvenc babáit hozta magával, a legboldogabb azonban akkor voltam, amikor piros függő ágyát csomagolta ki a táskából. Ilyenkor anyukája segített ezt felerősíteni egy lenyúló alsó ágamra, ő pedig bemászott a fészekbe, és onnan figyelte, ahogyan átszűrődik a délelőtti fény zöld leveleimen. Ilyenkor elmesélte, hogyan játszanak az apró porszemecskék a napsugarakkal, milyen fura alakú árnyékok vetődnek ruhácskájára, és leírta, mit lát, ha becsukja a szemét. Ágaimmal együtt ringatózott, én pedig úgy érezhettem, mintha egy kicsit ő is a részem lenne. A környezettudatosságra nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Ebben jelent nagy segítséget, ha a személyes példamutatáson túl tudatosan választunk mesét gyermekünknek. Kolléganőnk Pásztor Andrea a Platánfa Álma című meseregénye helyet kapott az Égigérő könyvek blog zöld gyerekkönyvek névre keresztelt 55-ös listáján. Két hete történt a globális klímasztrájk, a második globális klímasztrájk napjára állította össze az Égigérő könyvek blog az 55 magyar és nemzetközi mesét, ismeretterjesztő könyvet tartalmazó listát. Ez kapta azt a nevet, hogy zöld könyvek. Az volt a cél, hogy környezettudatos olvasmányokkal, mesékkel segítsék azokat a szülőket, akiknek fontos az, hogy a gyerekeik is zöldek legyenek. És hát hihetetlen érzés volt, mert igazából ez volt a nem titkolt szándékom is a könyv megírásával, hogy amellett, hogy egy érdekes történet, szerettem volna elültetni a gyerekek lelkébe azt, hogy szeressék a fákat, hogy fontos legyen számukra a környezetvédelem. Úgyhogy csodálatos érzés volt az egyik. Egyik kollégám küldte reggel, emlékszem ezt a hírt nekem, először el sem akartam hinni, de nagyon büszke vagyok rá, mert tényleg így elértük a célt. Azért is nagy elismerés, ha egy könyv felkerül erre a listára, mert a válogatás az olvasó szeretetét tükrözi. Van egy ilyen olvasó közössége ennek a blognak, 8-10 ezer ember tartozik ide, és ő tőlük kérték, hogy ajánlják azokat a könyveket, amelyeket leginkább érdemesnek tartanak rá, hogy rákerülnek erre a listára is, és hát azért is nagy büszkeség, mert tényleg Gerald Darrellt, Bálint Ágnes, Berg Juditon, Vasalbelten, hát nagyon sok tényleg értékes mese található. Még azok a könyvek is, ezek az első természetbúvár könyv, amin mondjuk én nevelkedtem még gyerekkoromban, és azok közé került most be a Platánfa Álma, úgyhogy tényleg csodás érzés, és remélem, hogy ezáltal még több emberhez eljuthat majd. A meseregény nem direkt módon beszél a környezetvédelemről, de minden szava a természet szeretetére és a föld megóvásának fontosságára tanít. Hiszen az egész történetet egy fa szemszögéből ismerhetjük meg, ami kizökkenti az olvasót abból a gondolati világból, miszerint az ember valahol hierarchikusan a természet fölött helyezkedik el. Bemutatja a négy évszakon keresztül a természet körforgását is. A fa gondolataink keresztül látjuk azt, hogy mi történik tavasszal, nyáron, ősszel a természetben, és közben azt is láthatjuk, hogy mit tehet egy kislány, a másik főszereplője a történetnek, mit tehet egy kislány egy fáért, a természetért. A Platánfa Álmát tavaly decemberben mutatták be először a megyei könyvtárban. Milyen utat járt be azóta a könyv? Erről kérdeztük a szerzőt. Volt egy beszélgető műsor ugye a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület szervezésében. Ott is beszéltünk róla, és akkor most ugye az éveleje az ugye a könyvek szempontjából az nem egy olyan húzós időszak, ezért volt egy kis szünet, és most Dabason tartottunk két héttel ezelőtt gyerekek számára két könyv bemutatót, ami nagyon jól sikerült, én úgy gondolom, a Dabasi könyvtárban harmadikosok és negyedikesek gyerekekkel beszélgettünk a könyvről és a természetvédelemről, de olyan nagy élmény volt számunkra is, hogy
hogy mennyire nyitottak a gyerekek, és hogy milyen tájékozottak. Tehát olyan, nem volt olyan kérdés, amit ne tudtak volna megválaszolni, többek között. Tehát ők eleve, ugye a könyv nagy kérdése az, hogy éreznek-e a fák, azzal indul, az az idézettel indul, hogy boldogok-e a fák, amikor virágoznak, ez egy Gárdonyi idézet, és ők teljesen biztosan állították, hogy igen, azok a fák, azok a növények, amelyeket szeretnek, amelyekhez beszélnek, amelyeknek zenét játszanak le, azok sokkal szebben növekednek, tehát ők teljes bizonyossággal állították, hogy igenis van értelme a fákkal törődni, szeretni őket, gondoskodni róluk. Több mint 500 apró gyermek lepte el a Híres Agóra Kulturális Központ auláját a Környezetvédelem Világnapján. Az óvodásokat és kisiskolásokat idén is játékos feladatokkal, valamint előadásokkal várták, amelyek a természetvédelméről és szeretetéről szóltak. Kívül a környezetvédelemről szóló koncert, belül a vicces mese előadás és számos érdekes játék fogadta a gyerekeket a Környezetvédelem Világnapja alkalmából a Híres Agóra Kulturális Központban. Belenéztük a dobozodba. És mi volt a dobozokba? Álljátot. Logikai és ügyességi játékok, de még robotbemutató is várt több mint 500 óvodás gyermeket. A június 5-i rendezvény a Környezetvédelem Jeles Napja játékos vetélkedő sorozat egyik állomása volt. A környezettudatosságra nevelést egészen kiskortól érdemes elkezdeni. Alapvető dolgokat természetesen ők is értenek, és ebben nagy segítségünkre volt az, hogy dramatikus játékkal itt volt egy színjátszó csoport, mellette pedig a Lóce Együttes, akik környezetvédelmi témában tartottak egy összefüggő koncertet, ahol egy történetet meséltek el a gyerekek számára is érthetően, ami arról szólt mind a két esetben, hogy milyen jó együtt működni a környezettel. Nagyon könnyen megértik egyébként a gyerekek azt, hogy mekkora jelentősége van ennek a dolognak. Ha csak arra gondolunk, hogy most az egyik legismertebb környezetvédelmi harcos egy kisiskolás fiatal lány Svédországban, abszolút azt gondolom, hogy jogos is a fiatalok részéről ez az érdeklődés. Egy picit azért beszéljünk az aktivitásokról, mi az, amit hoztatok már, mi az, amit bemutattatok a gyerekeknek, és mit próbálhattak ki? Szokás szerint a partnereinkkel közösen a rendőrség, a Nemzeti Park hozta azokat a játékokat, amik egy ilyen összefüggő akadályverseny formájában zöld pontokat gyűjthettek a gyerekek, és elsősorban most a természeti értékekre koncentráltunk. Ebben az évben a Földnapja a biodiverzitásról szólt, jellemzően azt, hogy a fajokat mennyire sikerül megtartani. A mai rendezvényünkben a célkeresztbe azok a természeti értékek kerültek, például Magyarországon az év kétéltűje, a foltos szalamandra, vagy éppenséggel az eurázsiai hiúz, ami ebben az évben az év emlőse. Végigmentünk így, 12 ilyen természeti kincs érték van minden évben, és a Környezetvédelmi Világnapon általában e köré, a környezeti értékek köré szerveztük a játékokat. A célkeresztben a környezettel való együttműködést állították a feladatok kiötlői, és ehhez a modern technikai vívmányokat is segítségül hívták. Az óvodások és iskolások a Híres Agóra ígérete szerint egyre több hasonló rendezvényen vehetnek majd részt, hiszen korunk egy kiemelt feladata a környezettudatos életmód elsajátítása. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A Híróra végén most a nap legfontosabb híreit mutatjuk meg egy percben, következik az Esti Gyors. Nagyjából adásunkkal egy időben szállnak fel a szúnyoggyérítéssel megbízott Szemper Kft. Gépei városunkban, amennyiben megfelelőek az időjárási körülmények.
Lecsapott a vihar Bács-Kiskun megyére tegnap, a tűzoltóknak kidőlt fák, lefújt tetőcserepek, vagy éppen leszakadt elektromos vezetékek miatt kellett főként kivonulniuk. A vihar a mezőgazdaságban is komoly károkat okozott. Szombaton elstartolt a 4. Barackpálinka és Borfesztivál Kecskeméten. A megnyitón átadták a borászoknak nyerő elismerést több kategóriában is. Idén 230 fajta bort és 90 féle pálinkát lehet megkóstolni a híres város főterén. Vasárnap Kecskemétről startolt a Tour de Hongrie kerékpárverseny utolsó etapja. A 6 nap alatt 890 kilométert teljesítettek a versenyzők, az utolsó etap rajthelye Kecskemét volt. Egy 5 hónapos terhes nő szenvedett balesetet szombat délután az M5-ös autópályán. Az előzetes vizsgálatok alapján a nő elaludhatott a volán mögött a melegben. Kedves nézőink, ez volt az hét első hírórája hétfőn este. Holnap is várjuk Önöket, 7 órakor kezdünk a híradóval, ott elmondjuk a legfontosabb híreket, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk kedden is. Köszönöm mai figyelmüket, további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra!